Sziasztok gamerek! Remélem mindenkinek jól telik a napja. A mai videóban Buffolt VZTD-ről hoztam nektek egy videót, és őszinte leszek veletek, nem terveztem bemutatni ezt a tankot, mivel megláttam az erősítéseket rajta, és úgy éreztem, hogy ez nem lesz elég arra, hogy ez a tank jó legyen. De aztán úgy voltam vele, hogy csinálok rá egy ilyen feliratkozói célt, és azt ugye elértük a Twitch csatornámon, és voltam vele, hogy miért ne, nézzük meg, hogy mit tud a tank, a buff után lemárkolom. Elkezdtem vele játszani, és eléggé nagyot csalódtam a pozitív irányba, mert egész jó köröket sikerült gurulnom vele. Például ez a visszajátszás, amit itt láttok, ezt ugye a patch után játszottam vele, és itt megcsináltuk az Object 260-as TD küldetés 15-öt, amikor 8000 plusz kell lőni, plusz még kell a másodlagosként 5 vagy 6 killt összeszedni. Ugye mindenképpen egy érdekes visszajátszás lesz ez. Ugye mi volt a probléma előzőleg a VZTD-vel nekem? Ugye a páncélja az nem igazán volt, és az most sincsen sok szerintem. Maximum alacsonyabb szintű tankok ellen működik, vagy hogyha nem lőnek rátok aranyat, de összességében a páncél az gyenge, az nem változott, azon nem erősített a Wargaming. A mozgékonysága az hát maximum oké is volt, most egész kis fürgének érződik, láthatjátok, hogy a turbót használok, nem stabilizátort, a töltéggyorsítót, illetve HP boostert a tankra, és így azt mondom, hogy egész kis fürge, nézzétek meg, ilyen 45-tel tudunk gurulgatni, az elég gyorsan éri, és egyébként ezt ugye buffolta is a Wargaming, úgyhogy ez mindenképpen jó jött a tanknak. Illetve még nekem a probléma ezzel a tankkal, főleg az ágyúval volt, lassan szűkült és pontatlan volt. Na most ezen is kicsit javított a Wargaming, nem sokat, tehát így megnézitek majd a számokat, akkor egyáltalán nem sokat javított ezzel a Wargaming, de sokkal jobbnak érződik. Azt érzem, hogy mintha ez az ágyú, hát most mondok lehet egy hülyeséget, de ilyen 30%-kal jobb lenne, 30%-kal több lövés megy be, vagy 40-nel, mint a patch előtt. Úgyhogy egészen jól lehet vele játszani, és ami ennek a tanknak a hatalmas előnye, az a viszonylag jó újratöltése, illetve a hit lőszer átütés. Nézzétek meg ezt az átütést. 395 milli lőszer átütésünk van a hit lőszeren, az AP-n egyébként 290, illetve a repesz lőszeren 1100 alfára 90 milli átütés. Ez ugye azt jelenti, hogy ennek a tanknak van egy párral még együttembe a második legjobb átütése a játékban. Ugye a Kmazernek van a 420-as, az a legtöbb, és ez a 390-es vagy 395-ös hit. Most 390-es, 395-ös, mindig elfelejtem. 395-ös. Most hát tudom, azt hiszem még a Fosnak van ilyen 395-ös hitlőszere, most hirtelen még nem jut eszembe, de van még egy pár tank, aminek hasonló van. Talán az Object 268-nak is hasonló van. Tehát vannak ezek a tankok, amik úgy a Jagdpanzer mögött vannak. De ez a hitlőszer átütés, ez egyszerűen brutális. Tehát olyan szögbe tudjátok átütni a tankokat, ahol egyáltalán nem számít rá az ellenfél. Főleg ugye ebbe a csatában is megmutatom nektek, illetve majd talán a következőben még jobban, ugye kettő visszajátszást hoztam nektek. IS-4 torony oldala egyszerűen nem probléma. És nézzétek meg, ezek a lövések régen nem mentek be. Tehát hogy sokkal-sokkal többet kellett szűkülni, és egyszerűen nem nagyon tudtál bevinni ilyen lövéseket. Nézzétek meg most, mit csináltam egyébként, srácok, mi volt a taktika. Ugye a legtöbb TD játékos, amikor azt látja, hogy jön felé 1, 2, 3, 4 tank, akkor elkezd futni. Viszont én tudtam, hogy ha az ellenfél megszerzi ezt a pozíciót, akkor valószínűleg elveszítjük ezt a csatát, mert akkor ugye be tud jönni ide, visszaszorít minket a bázisról, nem tudunk visszajönni normálisan resztelni, és kikaptunk. Úgyhogy voltam vele, hogy nekem ide kell jönni, muszáj lesz nekem feláldozni egy kis HP-t, azért, hogy megtartjam a pozíciót, mert ez nagyon jó, amíg ugye itt állok, én tudom lőni őket szemből, és hogyha megpróbálnak átjönni, akkor ugye itt a csapattársaim tudnak lőni, tehát ez utolsó helyen meg lehet még fogni az ellenfelet. És nézzétek meg, ide is jöttem, kivettem az IS-4-est, ugye próbálom itt az ágyuknak a számát csökkenteni. Ugye ott van velem szemben egy KPZ, gondolkozom rajta, hogy mit kell csinálni, mit kell csinálni. Beveszek egy lövést a KPZ-től, beveszek egy lövést az Artitól, beveszek egy lövést a Phase 1-estől, és gondolkozom rajta, hogy mit kéne meglőni, hiszen egyiket sem tudom könnyen, de ugye az STI pont kidugta a torony oldalát, úgyhogy meglőttem. Csak ezért még egy lövést elszenvedtem a KPZ-től. Most így eldobtam magamtól egy ilyen 1100 HP-t. Kérdeztetek, hogy elit megérte ez? Higgyétek el, hosszú távon ez meg fogja érni, majd megmutatom. Előre megtartom a pozíciót, és ugye próbálom elkerülni az Artit, illetve próbálok itt kinézni a bokorba, gondolkodom rajta, hogy kinézek, de nem volt be biztos, hogy kiszpotolódom, mert ezért csak földugtam a tank elejét, és ugye kaptam is egyből a spotot, úgyhogy itt nem nézünk föl, mert nagyon gyorsan a garázsba találnám magam. Előre meg kell tartani a sarkot. Én szerintem ez a VZTD egyébként
erre a játékmenetre nagyon jó. Nem a hátulról sznájpolásra, ez nem egy grille, nem egy STRV, illetve nem is egy olyan, mint egy E3 vagy egy V4-es, hogy berásolsz valami OP pozícióba, elrejted az alvázadat, aztán lőjébe, ha tudsz, mert ez nem az a tank, hanem ez a tipikus trédelős, hogy kinézel, beveszel egy lövést, de viszont mivel neked nagyobb az alfád, ezért többet adsz vissza, és folyamatosan be tudod lőni az ellenfelet, mert hihetetlenül jó a repesz átütés, az is jó, de a hídlőszer átütésed. És ugye szerintem ez a játékmenethez ez a legjobb set, amit tudok ajánlani, tehát ez a töltélgyorsító, HP booster és turbó, hiszen gyorsan tudsz visszatolatni a turbó miatt, gyorsan tudsz kifordulni, a kifordulásra nem lövik le elsőre a trackeret, hogyha a HP boostert használtok, a töltélgyorsító meg ugye segít gyorsan tölteni. Én előre visszahúztam itt, hogy megnézem, hogy tudom-e lőni ezt az ST1-es, de úgy néz ki, hogy nem tudom. Jó lenne egyébként elcsípni. Ugye KPZ az megpróbál agresszívabban játszani, és már csak egy UDES fedez minket, illetve egy 430. Úgyhogy itt a lehetősége, most nem figyelnek rám, elfelejtették, hogy itt vagyok. Kivenni még egy ágyút a meccsből. Ugye KPZ az most lő, tehát ő nem olyan nagy probléma ránk. De láttam ott KPZ személyébe, hogy így... Ő az a fajta játékos, aki át fog pusholni. Megpróbálom kivenni egyébként az ST1-es, de látom, hogy KPZ jön rám, lövök bele egyet, a csapattársaim is lőnek bele egyet, így ugye egy lövés lesz. Igaz, hogy ezért elveszítek egy HP-nyi életerőt, de ugye gyorsabban töltök, egész 5 tonnak a gyúratöltése, ki is tudom venni a játékból. 5552 sebzésnél járok, illetve 3 killnél. És innentől kezdve ugye egyedül maradt az ST1, ugye nyilván jönnek a közepes tankok és segítenek nekem. Az objektünk az ráugrat, ugye az UDES is ugrat, megvártam még elmegy előttem és utána lövök, majdnem elrontottam egyébként a lövés. És így már ugye 4 killnél és 6100 sebzésnél járok, de az Arti még egyszer elcsípett minket, 500 HP-n van. Hát igazából az ellenfélnek pár tankjának már egy lövés vagyok, de ilyen 400 alfás ágyúktól még kibírok egyet, csak utána vigyáznom kell az Artiban. És ugye gondolkozom rajta, hogy mit kéne csinálni, közelebb menni, hátul maradni, mert az úgy látom, hogy ez egész okés mérkőzés lehet még. És látom, hogy a Jagdpanzer az kijön a városban, és nézzétek meg, milyen szerencsétlen lesz az időzítés. Pont eltűnik spotról, a lightunk nem spotolja be, és tudom, hogy ott át fog menni, pingelem is, hogy léci spotoljátok, és ott megy, próbálok lőni egyet, és ugye gyorsították azt hiszem ennek a tanknak a lőszersebességét, ugye az alap lőszersebességét, de még ez sem volt elég arra, hogy elcsípjük. Sajnos, és így már csak 370 AP-ja van, de nem probléma, a következő lövésen már ki tudjuk venni. 6400 sebzés, 5 killnél járunk. És megint gondolkozom, hogy mit kell csinálni. Ott van a sárfutó, nézem, hogy tudok-e rálőni egyet. Ami ben van a ház mögött, esetleg ott el tudnám lőni. Az object 104 esetleg visszatalált a célkeresztembe, nézem, nem tudott vissza. És ugye láttam, hogy az object, az majd a Lorraine-t akarja lepusolni, ugye letolták a lightunkat, ez eléggé egyértelmű volt, hogy az object az el akar jönni majd felénk. Ugye 500 HP-n van, 2 lövés vagyok az objectnek, nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e pusolnom, vagy nem. Tehát így várok egy picit. Nem akarok még annyira agresszívan játszani. Ugye látom, oldalt jön ránk a C63-as, de az object 430-on még tartja a pozíciót, tehát tőle nem kell még annyira félnem. Ugye a C az kiszedte a 1390-üket, tehát már spot sem nagyon lesz. És itt tényleg agyaltam, hogy hogy kéne megnyerni ezt a mérkőzést, hogy tudom én TD-vel megnyerni ezt a kört. Ott van a Manticore, kifordulok rá gyorsan. Nézzük, hogy el tudjuk egy csípni. Nem, benne áll a szikla mögött. A Lorraine kiszedte a C63-ast, az fontos volt középről, így ugye be tudok menni úgy a Lorraine mellé, hogy nem kapok spotot, és itt mindenképpen el akartam azt tenni, hogy a Lorraine meg ne halljon, mert TD-vel egyedül maradni könnyű tank meg közepes tankok ellen nagyon-nagyon rossz. Ugye ott jön előre a 104-ben, lőtt a Lorraine-re, én tudok egyet neki adni ingyen, bocsánat, nem ingyen, mert kapunk érte egyet, így most már egy lövésnyi HP-n van. Ugye itt várok, és ugye nézzétek meg, amit csinálni fogok, ugye igazából nem tudom eldönteni, hogy hát ha bejön valaki mögém, nézzétek meg, az object kinéz, nagyon meg akarja ölni azt a Lorraine-t, én kigyújtom, ugye a magas alfa miatt egyébként, srácok, ezzel a tankkal nagyon könnyű gyújtani, illetve amorekkelni az ellenfelet, és nézzétek meg, mi történik, ugye amint kiszedtük az objectet, már fordulok is meg, mert azt gondoltam, hogy így hátulról be fognak rám jönni, nézzétek meg, fordulok meg, hát ha innen flankel minket valami. Várok, semmi nem történik. Jó, akkor mondom, hogy oké, biztonságban vagyok. Még egy kill kellene. Ugye megvan a 8000 sebzés, már azt kipipáltuk, még kéne egy kill.
És nézzétek meg, a sárfudur kiszedte az udesünket. Probléma, mert fogynak a tankok, és itt már próbáltam előre jönni, mert kockáztatni akartam. Egy kicsit úgy voltam vele, hogy most kell kockáztatni, még van rá lehetőség. A Loren is megindul velem együtt, ugye meg kell keresni a Mantit. A Mantit az nagyon fontos lenne. Fordulok, nem tudom melyikre lőjem el magam. Gyorsan egy snapshottal ellőjük a sárfutúrt, de ugye a Manti nem látszott ki normálisan. És sárfutúr lepattant rólunk, ez szerencsés volt, nem találta el szerintem az alvázunkat. A PC-rel meg a felső frontunkat nem ütti be. És itt úgy jöttem vele, hogy a Manti az megpróbált elfutni, de akkor pont előttem kell elfutni az a Lorraine felé. És nézzétek meg, bejön a tippem, és egy jó snapshottal el tudjuk lőni. Ezek azok a lövések, amik, őszinte leszek veletek, nem igazán mentek be az előző patch-sel, vagy előző patch-ben ezzel a tankkal. Most meg egész sok olyat úgy be lehet vinni. És nézzétek meg, 8840 sebzéssel, 97 assziszttal, illetve 7 darab killel, ugye megcsináltuk a TD küldetés 15-öt. Tökre meglepődtem, srácok, mert úgy voltam vele, hogy ez a pálya nem annyira jó ennek a TD-nek, de egész jó karikát sikerült belőle kihoznunk. Szeretnék még egy visszajátszást mutatni nektek, úgyhogy ugorjunk is át arra. Kövő visszajátszásunk Oster Bay-en játsszuk, és ugye említettem nektek, hogy ez a tank szerintem akkor a legjobb, amikor trédelgettek vele. És ugye ezt hol tudjátok jól, a legjobban megtenni a nehéz tank döngőbe, úgyhogy én ezt a tankot eléggé egy nehéz tankként játszom, és ebbe a körben nézzétek meg, mire képes a 395-ös hitlőszer. Várjátok srácok, ha visszapörgetem a visszajátszás, ezt most csak tesztelni akarom. Visszapörgetem, ugye itt megyünk a KPZ felé, ugye belőttük egyébként valahol, kíváncsi vagyok, hogy hol. Le akarom lassítani egy picit. Ugye kidugja magát, szerintem egyébként a lövegpajzsán ment, tehát nézzétek meg, a lövegpajzsa a KPZ-nek zöld. Látok? El tudok odáig menni? Nos, ezt most megnézzük. Van ilyen kameramódom, amit ugye ti is le tudtok tölteni, és akkor a visszajátszásokban, hogy meg tudjátok nézni. Hol ütöttük át? Nézzétek meg azt a lövést. Ugye alapvetően ez a legtöbb tanknak nem átütő találat, viszont a 395-ös hitlőszer az csak egyszerűen nem kérdez, és el tudtuk snappelni. Elképesztő. Erre kíváncsi voltam egyébként meccs közben is, hogy ez hogy lehet, hogy hol találtam el, de ugye erre gondoltam, hogy ott tudjuk ellőni. Még ez inkább, tehát ez ilyen 50-50 lövés, tehát hogy még ez az átütéssel is ilyen 50-50%, hogy átmegyem ugye az öreg a spáncél, és ott nem mindig megy át a lőszer, de ilyen lövésekre is képesek vagytok. Nézzétek meg majd a, nem a következő lövés, még majd az azutánit. Ugye itt van előnk szemben egy minó, ami hát ugye eléggé beüthetetlen, ott jön hátul egy jagdpanzer, és hogy mondjam nektek, ezzel az átütéssel, tehát a 395-ös hittel, a jagdpanzerek ilyen kis csemegékké válnak. Nézzétek meg, a felső frontját bárhol át tudom lőni, de tényleg bárhol eltalálom, akkor az így át fog menni. Tényleg ez miatt a tank nagyon normál erős tud lenni ilyen szituációkban. Nézzétek meg, a minó, hogy alapvetően beüthetetlen, vagy csak nagyon-nagyon pici részen, becélzom a kupoláját. Élőben játszottam ezt, és mondom, hogy nem már, micsoda! Úgyhogy nem volt rossz lövés. Ezt mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni ezeket a csatákat. Nem azt mondom egyébként, hogy minden csatában így fog működni a tank, mert azóta játszottam vele még párat, és hát no, van azért, amikor szeret misszelgetni ilyen egyértelmű lövéseket, de azt mindenképpen ki kell hangsúlyoznom, hogy sokkal-sokkal jobb lett, mint volt. Tehát, hogyha valakinek benn van a garázsába, és mondjuk jó ideje nem játszott vele, szerintem most érdemes kigurulnia vele egy pár körre, mert én azt gondolom, hogy ki lehet ezt a TD-t használni most. Adunk még egyet a jagdpanzernek, egyszerűen nem tud velünk mit kezdeni, mert mire ő ránk céloz, addigra én ugye már becéloztam őt, lövök egyet és visszahúzom. Plusz ugye ki van döntve ide a fasz, nagyon szépen csinálta, talán a phase 1-esünk, hogyha jól láttam, ugye innen kidönti a fát ide, és csak akkor kapunk spotot, hogyha előttük magukat, úgyhogy ezt mindenképpen próbáltok ki ti is majd, hogyha ezen a pályán játszotok. De jövök ide a felső részére a pályának, hát hogy itt meg tudok lövöldözni valakit. Jó, az van egy becset, pont nem tudom előni, mert a F.A. Having beledugta a csövét az enyémbe, úgyhogy így nem tudtuk előni, semmi baj, várunk. Ebbe a körbe egyébként ki fogjuk használni a repeszlőszert is, majd figyeljetek. És azt látom, hogy a becset az mintha eljött volna ott alul, és megpróbálna minket flankelni. Jó, visszajövök itt a Centurionhoz, ott is van a becset, ugye oldalt áll nekünk, nagyon jó lenne elkapni. Már töltöm is be a repeszlőszert, figyeljetek, 1200 HP van, nekem 1100 alfám. Tudom, hogy ott lehet a bokornál, nézzük, ki néze.
Ott van a becsed, bum! 1128-at belelőttünk, akár még simán ki is rólolhattuk volna, hogyha magasat kapunk az átütésbe. Ilyen FATD-ket, grilléket, papír közepes tankot, mint mondjuk Leót meglőttök vele, és sikerül jó helyen eltalálnotok, akkor azért ez oda tud vágni ez a repeszlőszer. De ennél a tanknál szerintem fontos az intuíció, mert ugye AP-t azt tudtok használni mondjuk üreges páncél ellen, vagy mondjuk kisebb színű tankok ellen, 8-as heavy cannon, amikor nincs szükség a magas átütésre, hitlőszer az nagyon jó bármi ellen igazából, a repesztőszer meg ugye a papírtankok ellen. Itt van előttünk ez a AMX, hát megpróbálja forgatni magát, de ilyen szögbe keresztül lövöm konkrétan. 5700 sebzésnél járunk, és még nem szenvedtem el sérülést. De azt látom, hogy a bázist ugye tolják be. Nézzétek meg milyen undormány szögekbe egyébként zöld az átütés jelző. Tehát így alig forgatja be magát 1-2 fokkal, és már át tudom ütni. Jövünk előre, mert ugye minél előbb ki szeretném takarítani ezt az oldalt, hogy aztán vissza tudjak menni bázist védeni. Jó, ott van a 60 TP cooldownban. Én még nem veszítettem HP-t, viszont látom, hogy a KPZ az egy lövéses. Szerintem a KPZ az nem nagyon szeret minket, tehát hogy így elején átütöttem a lövegpajzsát, miközben cooldownozott, most meg kivettem a játékból, szerintem nem annyira boldog ezzel a dologgal. És én látom, hogy a 60 TP az itt van, nem érdekel, hogy be van-e töltve, igazából lényegtelen, hogy ha meglő minket egyszer, meglő minket, meg jó magasat rólod, de bevettem a lövést, de cserébe vissza is adtam egyet, ugye haladni akarok, minél gyorsabban haladni akarok, nézem, hogy más kilövje, sikerül is, az arti lőt, én szeretném megkeresni a grillét. És megint töltöm ugye be a repeszlőszert, az ellenfél elkezdte a kepet, és ha megnézitek, csak a Centurion AX-ünk gyors, más heavy az, talán még az ilyesetes az a gyors és visszaérhet, de mindenképpen igyekezni kell a csapattársaimnak visszaérni. Én ugye szeretném megtalálni ezt a grillét, nagy aztán utána hátba jöjjön és kilőjön minket, de nem találom. Ugye spotot kaptam, hol lehet a grille? Onnan kaptam a spotot, és ott van a kis térképen. 1019 HP-n, szóval simán ki tudjuk rollolni. Ugye látom, hogy jön a 60 TP, úgy látom, hogy ő balról megpróbál rámenni, és itt hezitálok, hogy mit csináljak. Rámenjek a grillére, próbálják visszamenni a bázist védeni, mert úgy voltam vele, hogy úgysem érek vissza, már késő ahhoz. Az eredetileg oda kellett volna induljak, úgyhogy ide jövök a grillre, meg akarom lőni egy ezresre, nem akarom elrontani a lövést, ezért várok. 60 TP-t beütötte, így mi csak 116-ot tudtunk belelőni. Úgyhogy mindenképpen itt robognom kell vissza a bázis, és úgy gondoltam, hogy akkor megyek, aztán keresztbe állt a mezőn. Viszont ott látok egy leopárdot. 35 másodperc, nem érek vissza a kepre, azt a csapatársainak meg kell oldani, és ugye hagyom bent a repeszlőszert, hiszen ugye mondtam, papírtankok ellen a 90 milli átütés, az jó, és hogyha leopárdot oldalról kapom el, akkor az nagyon király lesz. Látom, hogy ki akar nézni a szikla mellett, nekem még van HP-n, be tudok tankolni jó pár lövés, kaptam egy spotot, ott van a szikla mellett, lövünk bele az oldalába. Nullát lőttem bele, srácok. Nem az, hogy belerobbantottam 3-400-ot, nullát. Valószínűleg csak a trekjét találtam eléggé szar helyen, és így nem tudtuk... Nem tudtunk bele sebzést adni. Ugye megpróbálom lerammolni, plusz lőni bele egyet a trekjén. Nem esik le a trekje. Ugye még ki tudok tőle tankolni egy lövést, de még egyre nem töltök be. Ha a csapatársaim tudták volna resetelni a kepet, illetve, hogyha... Várjunk, srácok. A csapatársaim tudták volna resetelni a kepet, akkor itt igazából ki tudok tankolni a Leótól még egy lövést fixen, ugye 717 HP-n van, és hogyha betöltöm a repeszt, akkor még kilőni is tudnám, bár akkor meg lehet a Conqueror kilő, tehát nem tudom mennyi extra sebzés lehetett volna, itt igazából az lett volna a legjobb, hogyha amikor jövök rá a Leóra, akkor belerobbantok egy 6-700-as repesszel, vagy akár be is ütöm, a következőre meg ugye kilövöm. Tudtam, hogy csak úgy tudom elintézni, hogyha legalább egyszer beütöm repesztőszere, mert nincs annyi HP-m, hogy ki tudjam tőle tankolni azokat a lövéseket. Ugye ott volt mögötte a Conqueror is, tehát lehet, hogy már ő is meglőtt volna minket. Minden srácok, 8000 sebzést kihoztunk ebbe a meccsbe, sajnos vesztes lett, az ellenfél megnyerte a meccset keppel. Szerettem volna nektek ezt megmutatni, ezt a két visszajátszás, mert hát ha nem is, tehát most kérdezték tőlem az emberek, hogy láttak, hogy mennyire élvezem ezzel a vézével a játékot, kérdezték, hogy érdemes kihúzni, és erre még mindig nem tudok egyébként azt mondani, hogy igen, egyértelműen érdemes kihúzni ezt a tankot, mert ez a játéstílushoz szerintem sok tapasztalat kell, amit én csinálok vele, tehát tudom, hogy mire nézhetek ki, mikor nézhetek ki, és hogyan kell kinéznem, hogy ne kerüljek egyből vissza a garázsba, tehát ez az agresszív játéstílus, ez mindenképpen egy jó játéktudást igényel. Ugye mondta, hogy nem lehet vele ezzel a tankkal ugye nagyon-nagyon hátul kempelni és snipe-olni.
De viszont nagyon előre se lehet vele menni, illetve pozikat megtartani mondjuk egy E3-mal vagy egy V4-essel, mert annyira meg nem jó a páncél, hanem ezt a kettő között itt kell valahogy jó játszanotok, ezt a trade harcot, és ahhoz tényleg kell a tapasztalat. Hogyha valakinek ez megvan, mindenképpen adjon ennek a tanknak egy próbát. Ugye a maradék tank az ágon az, hát nem igazán jók. Tehát, hogy így maximum okésak, tehát, hogy semmelyik nem kimagasló. Ugye azok azt hiszem nem is kaptak erősítést, tehát, hogy csak ez a tízes, úgyhogy ezért sem tudom teljes szívemből ajánlani. Ha valaki gondolja, akkor próbálja ki, ha esetleg benn van a garázsban, akkor poroljátok le. Szerintem nem fogtok benne olyan nagyon-nagyon csalódni. És srácok, remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről a VZT-ről, próbáltatok-e ma a buff után, milyennek érzitek, stb. Ezt nyugodtan írjátok le nekem oda a komment szekcióba. Ha nem akartak lemaradni a következő tanbútotokról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsetek el követni a Discord szerveremen, illetve a Twitch csatornámon, mind a kettőnek a linkje a leírásba, illetve ott lesz még egy link a csatorna tagsághoz. Ha szeretnétek támogatni a munkásságomat, csatornatok át tudtok válni, amit nagyon-nagyon szépen megköszönök, vagy pedig lesz egy köszönet gomb a videó alatt. Köszönjük srácok, hogy eddig végignéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, legalább ennyire jó körületek, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Szevasztok!